Köszöntöm a szubjektív nézőit. A kereszténység legnagyobb ünnepét, húsvétot ünnepeljük. Ebből az alkalomból hívtam meg a Pannonár TV stúdiójába főtisztelendő dr. Benyik Györgyöt, atyát, teológust, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatóját, egyetemi tanárt. Köszöntöm itt Szabadkán. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a híres Pannon TV-ben is megszólalhatok. Mi pedig szívesen hallgatjuk, illetve látjuk. Beszélgetésünk úgynevezett munkacíme az, hogy a Szentírás és a Húsvét. Föltehetem ezt a kérdést atyának, miközben a kutatók azt állítják, a húsvét nem is szerepel a Bibliában. Így van ez? És ha igen, akkor mi ennek az oka, hogy így húsvétként nem szerepel? Hát a keresztény húsvét az a zsidó Pészákhoz kötődik, de hát sokszoros áttétellel, és hát ennek a hétnek azért a meghatározó szövegei az evangéliumok szenvedés történetéhez kapcsolódnak, és hát ebből van négy is, és nem is nagyon egyezik a négy szenvedés történet, amelynek csak a vége lesz a húsvéti föltámadás. És a kutatóknak ezt a nézetét, ezt a kutatását, ezt mennyire lehet megmagyarázni, hogy így, ahogy a mai értelemben tudjuk, hogy mi a húsvét, legtöbben tudjuk, vagy érezzük, vagy tudunk róla a történetéről. Mennyire lehet ezt elhinni ezeknek a tudós embereknek, hogy valóban? Hát erre én azt szoktam mondani, hogy egy bűnügyi tárgyalásnál, amikor a tanúk nagyon egybehangzóan vallanak, akkor az azt jelenti, hogy előtte megbeszélték, hogy mi lesz. Na most az evangéliumokban a szövegeknek az eltérései azok arra utalnak, hogy nem akarták szintetizálni a történetnek az emlékezetét, hanem mindegyik elmesélte a maga módján ezt a történetet. Egyébként az evangéliumok címe, azt szoktam mondani, hogy az mindegyike katás, ez nem az adó vonatkozásra vonatkozik, hanem evangélium katalukám, és ez a kata görög szó, ez azt jelenti, hogy szerint. Tehát fölvállalja, hogy a Máté és a Márk egy sajátos olvasóközönségnek írja a maga evangéliumát, egyébként ők nem is voltak szemtanúk, hanem gyűjtötték. Az egyedüli szemtanú az János, aki egész másként ír, mint a három evangélista, amelyből ugye az első kettő az jó rész zsidó hallgatóságnak ír, Lukács az görög hallgatóságnak, amely nem nagyon ismeri a zsidó hagyományokat, és nem is érdekli, hogy ez passzol-e vagy sem. János pedig a saját élményeit, és mivel nagyon sokáig élt, az akkori egyházi reflexiót is beleviszi ebbe a történetbe. Persze négyféleképpen hangzik el mindez a történet, de azért miről is szól Jézus szenvedés története? Hogyan lehet ezt megmagyarázni azoknak, akik esetleg nem olvasták el ezt a részét, például a Szentírás? Hát igen, nagyon érdekes élményem, amikor a Mel Gibsonnak a Passió filmjét levetítették, előttem ült egy 18 éves kislány, akit nagyon meghatódott, és megkérdezte a barátját, hogy te mondd, ezt könyvben is lehet kapni? És mondtam, hogy hát nem akartam odaszólni, hogy drága kicsik angyalkám, hát négy változatban is lehet kapni ezt a történetet, de érdekes módon hát a forrásokig azért kevesen mennek vissza, a Jézusnak a betániai vacsorája, aztán az utolsó vacsora története, aztán kivonulása Getsemáni kertbe, vagy más néven Olajfák hegyére, az elfogás történet, aztán két pere is van Jézusnak a nagy tanács előtt, illetve Pilátus előtt, majd a keresztúton megformált története, út a Golgotára, halála és a többi. Itt ér véget a történet húsvét előtt. És ami ezután következik, azt majd a beszélgetés végén mondanám el. Igen. De maradjunk még egy kicsit az evangéliumoknál, ugyanis ugye atya utalt már arra, hogy mindenki másképp, mind a négyen másképp írták meg az evangelisták. Mik a különbségek azon túl, hogy
volt, aki csak elmesélés alapján, és volt például János, aki a saját tapasztalata alapján írta meg. Mi még a különbség? Itt ez egyik különbség a forrásokból akad, a másik különbség pedig a célközönségből akad. Hogyha valaki Máté evangéliumát olvassa, akkor azt hiszi, hogy Jézusnak a zsebében volt egy ilyen lista, egy bakancs lista, hogy ma ezt a proféciát kell beteljesítenem, akkor ezt fogom csinálni. Ez pont fordítva van. A hallgatóság azért, hogy ezt a történetben szent mondani valót fedezzen föl, ezért mindig hozzátette azt a profétai szöveget, amely a zsidó hallgatóság előtt igazolta azt, hogy Jézus valami szent cselekedetet hajtott végre. És akkor tovább lehetne fűzni ezt a gondolatot ugye azzal, hogy hát vannak más szereplői is ezeknek a történeteknek. Kik azok, akik még fölbukkannak a történetek során a négy evangéliumban? Ez abból a szempontból is érdekes, hogy az egész középkori passió történetben azért Jézus a főszereplő. Ahogy haladunk a 19.-20. század felé és azok irodalmi földolgozások felé, akkor más szereplők is fölnőnek, például a Jézus Krisztus szupersztárt, ha valaki nézte, lehet, hogy még van, aki él és nézte, ott úgy tűnik, mintha Jézus és Júdás azonos szintű karakterek lennének, akik összecsapnak, sőt, a modern földolgozásokban, irodalmi földolgozásokban Júdás lesz a főszereplő, és Jézus lesz a mellékszereplő, tehát az irodalmi applikáció ezt az eredeti rendet fölborítja, azonban azért a megváltást nem Júdás hozta, hanem maga Jézus, tehát ő egy fontos szereplő, és van egy másik érdekesség, amit kicsit el van kenve az evangéliumokban. Júdásról mindenki tudja, hogy elárulta Jézust, és ő a negatív figura ebben a történetben. Azonban az, hogy Péter letakadja, hogy egyáltalán ismeri, ezt olyan szépen finoman elintézi az evangélisták, mert Péter később az egyházban vezető szerepet töltött vele, tehát minden, ami rossz, ami elítélendő, azt a Júdás szerepére vetítették rá. A kettő között, hát így az evangéliumok elbeszélésekben óriási különbség lesz. Jézus és Péter alakját említi, vajon ezekből a, bocsánat, így kell mondani, mellékszereplőkből aztán kinőnek bizonyos embertípusok, akikkel akár ma is találkozhatunk? Igen, hát ez a Nikos Kazantzakisnak van egy műve, bocsánat, hogy ilyenre, akinek meg kell halni a címmel, amelyben bemutat egy történetet, hogy a passió történetet úgy, ahogy a középkorban, ez volt az egyébként az első fikciós történet, amit eljátszottak az emberek még a színház megszületése előtt. Nos, kijelölik egy évvel korábban a szerepeket, és akire a Júdás jut, az év végére Júdás lesz. Akire Péter jut, az ilyen kegyes személy lesz. Tehát amikor elkezdik bedolgozni magukat ennek a szereplőnek a megjelenítésével, a személyiségükben változás áll be. Tehát akik viszont érdekes módon eltűnnek ebben a történetben, mivel férfiak írták férfiaknak, a nők. Mária szerepel, Mária Magdolna korában szerepelt, illetve a végén a sírnál jönnek az asszonyok. A modern exegéták szoktak emlegetni, hogy megfeledkezünk arról, hogy az asszonyok lesznek az apostolok apostolai, mert az apostolok nem hiszik el, hogy föltámadt Jézus. Ők ezt elintézték, vége az egész történetnek. Ez azért is fontos, mert az evangéliumok története megírásában a föltámadás előtt senki nem gondolta Istent Isten fiának, megváltónak, a prófétának, hanem úgy gondolták, hogy van egy nagy hatású, népszerű tanító, aki majd Izrael köztársasági elnöke, vagy valami politikai vezetője lesz, és nem értették meg csak a végén, hogy
miért nem a hatalomra törekszik, és miért vállalja a szenvedést, és miért imádkozik a bűnösökért. Azért térjünk egy picit vissza magához, ugye az evangéliumokhoz. Ezekben elhangzik, hogy vádolják, ugye bíróságra, de csak a munkácsi festményekre kell gondolni, és már is eszünkbe jut minden. Hány vádat fogalmaznak meg az elítélői Jézus ellen? Igaziból két vád van. Van egy vallási vád, és van egy politikai vád. A vallási vád az a nagy tanács előtt van. A vallási vád az alapvetően kettős. Az egyik az, hogy Isten fiának nevezte magát. Na most az Ószövetség és későbbi a talmudi törvények szerint ehhez azt kellett volna mondani, hogy ő a nagy nyilvánosság előtt azt mondja, hogy Ani Jahve, tehát én vagyok az Isten, vagy Ani Elohim. Nem mondja ezt. Nem is tudjuk meghatározni, mivel az evangéliumok görögül íródtak, tehát ezt nem fordították így le. Nos, minden esetre ő azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 napra fölépítem azt. Ezt mi mindannyian allegorikus értelemben értjük, hogy a templom, a zsidók számára a templom képviseli a szentséget és az Istennel való találkozásnak a helyét. 3 nap múlva a föltámadt Jézus képviseli az Istennel való találkozásnak az útját, azt a személyiséget, aki az embert az Istenhez közelíti, még a bűnös embert is, és valóban majd később lerombolódik a templom fizikailag, de azt a megszentelésnek a principiumát a templomból átveszi Jézus személye a keresztfán. És vajon van-e magyarázat, akár a laikusok számára is, akik először veszik a kezükbe a Szentírást, vagy hallják a történetet, van-e magyarázat arra, hogy miért árulta el Júdás Jézust? Elárulta? Mert vannak olyan filmfeldolgozások is, ahol nem így tűnik, ahol mentegetik. Hát meg kell mondanom, hogy hát a Júdás árulásáról, illetve az egész Júdásról egy művet le is fordítottunk a Martin Meisernek, a tübingeni professzor, erlangeni professzornak a művét, amely ezt nagyon körüljárja. Vizsgálja nem csak az evangéliumokat, hanem vizsgálja az apokrif irodalmat is. A Júdás árulásának a legismertebb motivuma a pénz, 30 ezüst pénz. Az apokrif evangéliumokban azonban azért, mert nagyon rámenős felesége volt, és újabb pénzt akart, és azért. A János evangéliumban viszont az szerepel, hogy megszállta a sátán. Na most ez esetben, hogyha ő egy idegen szellemi hatás alatt volt, akkor az egész morális felelőssége megkérdőjelezhető. Tehát az evangéliumok is különbözőképpen mutatják be. Magát az árulás előkészítésének a jelenete is érdekes, mert a szinoptikus evangéliumban, Máté, Márk és Lukács evangéliumában az szerepel, hogy akinek ott rámutat Jézus Júdásra, hogy elárulja őt. Na most én azért, mint hétköznapi ember megkérdezem, hogy akik hogy Jézus mellett voltak a 12 apostol, amikor kiterült, hogy Júdás árulásra készül, miért nem lécselték meg? Na most János evangéliumában, amely szemtanú evangéliuma, ott érdekes, mert ott azt mondja, akinek a bemártott falatot nyújtom, és ezt csak Jánosnak mondja, tehát nem nyilvánosan, és azt is hozzáteszi, hogy a tanítványok azt hitték, mivel ő volt az akkori karitász, akik hát a adományokat adta, hogy valamit mondja, hogy tedd meg gyorsan, hogy azt hiszik, hogy valamit adományt kell adni. Tehát nem válik nyilvánvalóvá a tanítványok előtt, hogy itt árulás készül. És lehetséges, atyának a magyarázata szerint lehetséges lett volna megakadályozni ebben a szándékában Júdást?
Hát ezt nem tudom. Ez olyan, hogy a mohácsi vészt meg lehetett volna akadályozni, de az evangéliumi történet azért nem egyszerűen csak egy riportot közöl, hanem benne a gonoszságnak és az isteni irgalomnak az összecsapásáról beszél. Ez egy ősi bibliai konfliktus, a jónak és a rossznak a konfliktusa. És hát nem hiszem. Egyébként más szempontból teszik fel ezt a kérdést, hogy vajon megakadályozhatta volna-e Jézus az árulását? Na most valószínű, hogy nem akarta megakadályozni. Mert ebben a történetben, a Jézusi történetben benne volt az, hogy ő nem menti meg magát, hanem föláldozza magát áldozatul a bűnösökért, mert ezzel tudja megmutatni azt, hogy az Isten nem a legfőbb bíró, aki megkínozza az embert, hanem az Isten egy irgalmas atya, és ő ennek az üzenetnek a közvetítője a másokért feláldozott halálon keresztül. De akkor felvetődik a kérdés, hogy elkárhozott Júdás, vagy ő is bűnbocsánatban részesült? Az egyik legérdekesebb kérdés az, hogy Júdás jelen van az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsorán a keresztény teológiai szerint ott alapítja Jézus az eukarisztiát, és hát az az első áldozás. Nem lehet tudni azt, hogy Jézusnak azon szavai, hogy ez az én testem, illetve ez az én vérem, még jelen van Júdás és veszi, vagy távozik. Ez viszont a teológusokban fölveti a bűnös áldozás kérdését, ami hihetetlenül nehéz kérdés, illetve a később az árulás kapcsán pedig fölvetődik, hogy vajon Júdás elkárhozott-e vagy sem. Ez azt hiszem, hogy még kutatásra szorul ez a kérdés. Két probléma van. Hogyha azt mondjuk, hogy Júdás elkárhozott, akkor a megváltás egyetemessége csorbul. Ha viszont azt mondjuk, hogy azért, mert ő nem tartott bűnbánatot, akkor felvetődik, hogy ő annyira bűnbánatot tartott, hogy fölakasztotta magát, Péter viszont csak annyira, hogy elsírta magát. Nem ugyanarról a vétekről van szó, de mindenképpen olyan eseményről, amelyre a biblikusok jó része azt mondja, hogy Júdás elkározott, mert nem hitt Isten irgalmában. A nagyszent Leó pápa azt mondja, hogy szerinte még a Júdás is üdvözülhetett, mert nem tudjuk az utolsó pillanatot, és nagyon őszinte volt a bűnbánata. És végül, de nem utolsó sorban, ami nagyon érdekessé teszi ezt az egész elméletet is akár is magyarázatot, az, hogy csak 3 nap eseményeit írták le, ugye a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat. Mit jelent ez? Hogy egyébként előtte, utána semmi nem tört? Már utána igen, de hogy előtte akkor semmi más nem történt, csak ezen a 3 napon? Ez a liturgiának a visszahatása erre a történetre. Feltehetően ez egy hosszabb történet volt, és nem csak 3 napos. És hát nem fejeződött be itt, hanem a húsvét vasárnapi történettel a változott át ez a történetből tragikumból megváltó történetté. De ehhez a kereszténységnek a legtöbbet kritizált és legnehezebb titkát kell tárgyalnunk, ez pedig Jézus Krisztus föltámadása, hogy az szubjektív esemény volt, vagy objektív. Itt is az érdekesség, hogy senki nem akarja elhinni. Az asszonyok lesznek, mint már mondottam, azok, akik mennek Jézus sírjához, és az asszonyok lesznek, akik ezt a hírt hozzák, és az asszonyoknak a hírére nem akarnak az apostolok hinni. Péter és János fut ugyan a sírhoz, de nem különösebben akarnak hinni neki. De mégis ez a történet meggyökeresedik, azaz az a hitbeli és intellektuális ugrás az húsvét után történik meg, és a nehézséget az okozza, hogy ennek fényében írják már le az egész szenvedéstörténetet. Ugyanakkor
kívülállók, szemlélőként nekünk nagy megkönnyebbülést hoz, hogy mégiscsak bekövetkezett a föltámadás, és lehet hinni, lehet bízni, lehet megbocsátani, és lehet ünnepelni húsvétot. Hát az az igazság, hogy aki nem hisz a föltámadásban, annak hinni kell Júdásban, hinni kell a pusztulásban, és a többi, és hát ez egy borzasztó dolog. A Pilinszky János azt mondja, hogy megölhettek hitván zsoldosok, megszünetett dobogni a szíve, de harmadapra föltámadt, et resurrexit tertia die, így fejezi be. Ezt a lépést viszont a történet olvasása után mindig az olvasónak kell meglépni. És ez a legfontosabb. Köszönöm szépen Benyik atyának, hogy a vendégünk volt, és hogy mindezt megtudhattuk közelebbről is, illetve az elméletét is, ennek a négy evangéliumnak a jelentését és a jelentőségét. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, és áldott szép húsvétot kívánok Benyik György atyának, aki Szegedről eljött a kedvünkért, hogy itt beszélgethessünk erről a szép ünnepről, és természetesen a nézőknek is.